az előbb is értettem. Nem vagyok teljesen ilyen. De nagyon sihat. Mondom, hogy értem, előtték a repülőgépedet. Kastélya adta kár, én is. Suppom azt a gyöme, lapállát tiszt. Mondom, hogy értem az egészet, oké, nyugi, ül, pihe. Ibolya zselé, ez egy érdekes, erről ma hallottam tőled. Kérlek, magyarázd el, hogy is készül pontosan? Ez az ibolya zselé, ez kezdődik úgy, hogy szólsz a barátaidnak, hogy menjenek ki ibolyát szedni. És meg kell mondani, hogy szedjenek egy kiló ibolyát. Na most idáig rendben van a dolog, mert azt még úgy megszedik. De utána, amikor hazahozzák a kiló ibolyát, akkor az embernek gondoskodni kell egy kis italról, pesgőről, konyakról, erről, arról, és azt mondja, hogy foglaljatok helyet és szirmozzátok le. Na, aztán utána ezt a szirmot szépen lecukrozza az ember porcukorral. Ez a porcukor átveszi az ibolya aromáját. Kb. Egy jó éjszakát ott kell tartani. És akkor így, ahogy van, az egészet enyhe sziruppá föl kell forralni, le kell szűrni, egy kis ételfestékkel megfesteni, kékre, ibolya színűre. És akkor én ilyen puding formába öntöttem ki, zselatinos természetesen ezt, tehát zselatint kell hozzákeverni. Aminek a közepén egy lyuk volt ennek a puding formának. Mint a kugló? Olyasmi, csak lapos. Tehát nem ilyen csúcsos. És abba pont belefért egy kristálypohár, amit szépen így belesülyeztettem, és egy ilyen csokor ibolya volt a kristálypohárban, és az úgy szépen ráborult az ibolya zselére. Elég érdekes látvány volt, meg kell, hogy mondjam. Nem hiszem, hogy manapság akár az ötcsillagos szállodákban is képesek lennének ilyesmit elkészíteni, mert olyan munka és olyan türelemigényes, hogy manapság ezt már nem lehetne megfizetni. Pusztulás, pusztulás Dávid házára. És én vagyok a pusztító. Jonadáb a család bolondja, aki úr lett valamennyiük felett, aki legyőzte Jehovát, a nem létező Isten, mert bebizonyítottam, hogy nem létezik. Nem állított meg. Nem ölt meg, én élek. És ő soha nem is létezett. Az egész törzset becsapták, hamis hibberingatták, a nagy semmihez bégettek. Íme Jonadába pusztító, mint az igazság hírnöke. Gyönyör. Igazság szerint úgy kellett volna ugrándoznom, mint a hegyi kecskének, de hát nem ugrándoztam. Semmi örömöt nem éreztem. A botrány szele végig söpört a városon, és alapjaiban rengette meg, de én nem hallottam semmi mást. Csak azt az egyetlen kiáltást az előző éjszakából, csak a bikának azt az egyetlen sikolyát egy közönséges, semmilyen másiktól nem különböző hajnalon. Az üresség sikolyát. Senki sem bűnös, ha mondom. Senki. Én jót állok értük. Hidd el, barátom, akinek szavam van a vád száját befogni. Szerez üvegszemet, s ravasz képmutatóként látszatra. Lásd, mit nem látsz, na? Na, húzd le csizmát! Erősen! Jó erősen! Így! Mennyi mélység, és mennyi képtelenség! Ha megsiratnád sorsom, vedd szemet! Ismerlek jól! A neved Gloster. Légy türelmes! Sírva érkezünk ide, tudod? Hisz amint légbe szagolunk, sírunk, üvöltünk. Figyelj, prédikál! Amikor megszületünk, sírunk, hogy a bolondok nagy színpadára léptünk. Szép kis vérpad! Punkt, ott vagyok, legkésőbb, mikor ítéletet hirdetek előre. Magának aztán van egy hivatás, ugott a haját. Annyit fordítál, mint hogyha én oda-vissza sorba locsoltam volna a lőcérba. Maga mikrofonizál, maga ilyen dózis művészetet nem kapok az életben. De meg előre kapcsát, ki meg lesz igazad. Nekem lesz igazad, Bíró, egy kölcsönügyével. Én. Igazság! 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 Nem úgy is lehet. Jó.
és akkor én kénytelen vagyok jogilag terelni a helyes útra. Haladni tetszik a korra! Elmaradott ember, aki peren kívül keresi a boldogságot. Mindenki jelen van. Igen! Corpus delicti. Latinum, rendesen és ne bírje! Valaki ráugrott az ablakon. Egész más ügy, bíró. Ne más ügy! Ne más ügy! Maga ne a pöcsönnek mutolom! Jézus Krisztus erősebb volt, mint mi valahányan, és mégis mert gyengének mutatkozni. Kolhász, te most fiatal oroszlán vagy a cirkusz porondján, ahol az ő testét tépik. Gyönyörűek a fiatal oroszlánok, de te keresztény vagy, Kolhász. Nem lett volna egyszerűbb, ha megbocsátasz annak a szaros kis tronkai Vencelnek, fogod a lovaidat szépen, hazaviszed őket. Erről van szó! Szt! Ha tudtam volna, hogy ez lesz. De most már menjen minden a maga útján. Uram, te képes voltál a mások igazát a magadé fölé helyezd, és ezzel megmenteni egy népet, vállalva ezzel a biztos halált. Hízelek csak. Nem hízelget. Mindezt te tetted. Te csendben őrölted magad, és közben feltaláltad a tétlen hatalmat. A nem cselekvő hatalmat. Uram, ez mentette meg a világot, valahányszor már minden veszve volt. S talán ez menti meg újra, ha veszve lesz. Uram! Én csak egy vén zsidó vagyok. Mégis most megkérlek, azért, amit tettél, s nem tettél közöttünk.
köszönetképpen megöleljelek.